A tűz másnapján is füstölte a szemétkocac az orosz lerakóban. Múlt kedden délután gyulladt meg a vegyes lomhulladék. Az üzemeltető ügyvezetője azt mondta, megnézték a kamerafelvételeket, így biztos, hogy öngyulladás történt. Ez a tűzeset a vegyes hulladék kezelőnél e, történt, mégpedig a hétvége során, ugye keddi napon volt ez a tűz, a hétvégén e, Nyíregyházán több címen tartottunk házhoz menő lomtalanítást, és az így begyűjtött lomhulladék volt az, e, ami meggyulladt. Ugye azóta már a tűzoltók is vizsgálták, kollégáinkkal a ipari kamerák felvételeit elővettük, e, Egyértelműen öngyulladás történt, tehát egy órával a tűzeset előtt ö, senki nem járt ö, az adott hulladékhalmaz közelébe, egyszer csak egy vékony füstcsík jelent meg, majd 5 percen belül olyan mértékű tűz keletkezett rajta, hogy már közelébe nem lehetett menni porral, vagy hasonlóval, és kollégák ilyenkor... Sajnos azt mondom, a bevett protokoll szerint hogy egyből hívják a tűzoltóságot, és akkor a továbbiakban ők, illetve az ő javaslataik vagy parancsaik alapján a mi kollégánk is igyekeznek részt venni a tűz megfékezésében. A tűz során a lerakó betonfelülete megsérült, valamint egyes ventilátorok leégtek. Az első becslések szerint a kár elérheti a 10 millió forintot, amelyet a KFT kénytelen kifizetni. Jelenleg Magyarországon a biztosítók uh, hulladékkezelő létesítményekre, illetve a hulladékkal 150 méter távolságban lévő semmilyen létesítményre nem hajlandó biztosítást kötni. Tehát uh, még egyszer azt mondom, hogy szerencse a szerencsétlenségbe, hogy csak ilyen mértékű a kár, mert hogyha az ott lévő gépeink, vagy a, a, a fixen telepített gépsorunk uh, sérült volna, akár több százmillióra is rukatna ez a kár. Volt már egyébként, igaz az, amikor a tűz volt. Igen, 5 évvel ezelőtt volt egy ilyen, akkor a gépeink is sérültek, akkor még volt rá biztosítás, akkor a sikerült is biztosításból helyreállítani. Az Orosi úti hulladéklárakó a tűzeset ellenére nyitva van működik. Pünköst hétfőn a hulladékszállítás a szokott rendben történik.